Azt hitted csak játék, de kiharaptál belőlem egy darabot, pedig nem is én vagyok a hajnali burák adagod. Bekentem vele pótlásnak, hogy bár a pékszakban velem maradja sebben, hisz neked én csak a papír vagyok. Szerintem egyetértünk ebben. Egy szelet burek vagyok, te pedig mellém a két decis jogurt. Nélküle száraz vagyok, fújtós és nehezen emészhető. Csak általad lesz belőlem ebéd, és csak te segítesz reggelente az életem örökké tartó, kínzó másnaposságán. Néha úgy érzem magam, mint az út szélén eldobott burekos papír, amit jól összegyűrtek, mielőtt eldobtak. A tartalmával valaki jól lakott, és a dolga végeztével a papírját gömbözbe gyúrta, jól kifacsarva belőle az utolsó zsírcseppeket. Néhány rácsöppent a nadrágjára, ami miatt volt bánkeresetlen szava, de mivel annyira nem feltűnő, pár nap után el is felejti a foltot. Ilyen zsírcsepp voltam én is, jó mélyen beleivódva a kedvenc farmerod textil szálaiba. Van, hogy hetekig minden nap magadon hordasz, és bármilyen intelligens mosóport is használsz. Talán már sohasem jövök ki belőle.